Sziasztok, én Hamar Dániel vagyok, és a gyülekezet megkért, hogy pár gondolatot osszak meg az utcai evangelizációval kapcsolatban. Én a kb. 8-10 évvel ezelőttig több éven át vezettem pont itt a Golgot a gyülekezetbe egy utcai evangelizációs csapatot, és ezek alatt az évek alatt több dolog kitisztult előttem. Az első fontos dolog, amit én mindenkinek el tudok mondani, hogy az utcai evangelizáció az nem egy egyszerű műfaj. El kell ismerni azt, hogy utcán megszólítani az embereket az élet értelmével kapcsolatban, az ö, nem természetes az emberek valahonnan valahova tartanak, nem egy beszélgetésre készültek, és legfőképp nem idegeneknek szeretnék elmondani az életük legnehezebb kérdéseit. Ezért talán az első dolog, amit az évek alatt megtanultam, hogy az utcai evangelizációban nagyon fontos az érzelmi intelligencia, ami annyit jelent, hogy az ember megérti, hogy ez egy, ez egy nehéz dolog, megérti azt, hogy nem természetes, hogy megállítok valakit, ezért alázattal teszi, hogy elfogadja egy másik embernek az érzelmét, ami nem biztos, hogy az evangéliumnak szól, nem is személyesen nekünk szól, hanem a helyzetnek szól. Én azt gondolom, hogy ha az emberek látják, hogy így közelítünk, az már alapjába véve egy bizalmat generál. Ugyancsak fontos meglátni azt is, hogy nekünk is nehéz. Nekünk is sokkal természetesebb leülni egy ismerőssel és is beszélni az életértelmének a dolgairól, mint egy idegennel, egy utcán, egy parkban, úgyhogy mi magunk is izgulunk. Ezért én azt ajánlom mindenkinek, hogy ne próbálja meg ezt erővel áttolni. Fogadja el a saját érzelmét, fogadja el a másik ember érzelmeit, és ez egy valóságos kapcsolatot generál. A másik dolog, amit megláttam ezek alatt az évek alatt, hogy fontos tudni azt, hogy Isten egy ember életében már munkálkodik. Bőven azelőtt, hogy mi megérkeztünk, és fog még munkálkodni azután, hogy velünk találkoztak. Ez azt jelenti, hogy érdemes mielőtt megszólítunk valakit, föltenni a kérdést, vagy imádkozni egyet azzal a kapcsolatban, hogy Isten, te, te mit végzel ennek az embernek az életében? Mi történik már most? Mi történt már azelőtt, hogy én ide kerültem? És azt is érdemes kérni Istentől, hogy segítsen ebbe a munkába nekünk részt venni. Hogy a mi találkozásunk ne egyszerűen a fejünkbe levő elképzelés végig tolása legyen, hanem az a munka, annak a munkának egy szelete, amit a Szentlélek már végez. Hogy mi bele tudjunk lépni abba a szerepbe, ami nekünk ott abba a pár percben van. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy néha csak épp, hogy megkapargatjuk a felszínt. Lehet, hogy egy ponton valakinek egy olyan üzenetet hozunk, ami azonnal megtérésre indítja azt az adott embert. De a fontos az, hogy a velünk való találkozás után azt tudják mondani az emberek, hogy én, én, én valójában Istennel találkoztam. Nem egy keresztényel, aki valamit el akart élni, nem valakivel, aki meg akar győzni valamiről, hanem valakivel, aki egy nagyobb tervnek, egy isteni pillanatnak a része, ezért azt gondoltam, hogy ez a találkozás, ezt Isten szervezte meg, hogy ő akar velem találkozni. Ez az kell elsősorban én azt láttam, hogy mi higgyünk abból hogy Isten munkálkodik. Hogy mi higgyük azt, hogy itt valakit ő velünk össze akart hozni. Érdemes úgy oda menni az evangelizációba, hogy megkérjük Istent, hogy hogy küldje el azokat az embereket, akiket az ő döntése szerint szeretne, hogy velünk találkozzon, és utána bízzunk abba, hogy ez az ima meghallgattatik. Harmad sorban azt láttam meg, hogy vannak pillanatok, amikor az érveken túl, amik fontosak, és az intellektuális válaszokon túl, amire nagyon sokaknak szüksége van, az ember meghívja azt, akivel találkozik, arra, hogy találkozhasson Istennel. Ez azt jelenti, hogy vannak pillanatok, amikor azt mondhatjuk, hogy mi most szeretnénk megkérni az Istent, a világ mindenség teremtőjét, hogy az ő szeretetét mutassa meg neked, itt egy az egyben. És egy egyszerű imát elmondhatunk, természetesen megkérve az illetőt, hogy ezt, megkérdezve az illetőt, hogy ezt megengedi el, egy egyszerű imát elmondhatunk, hogy Isten, kérlek, küldd el a lelkedet, vedd körbe ezt az embert, és mutasd meg neked magadat neki. Ebben a pillanatban én azt is megtapasztaltam, hogy talán az átlagosnál többször van lehetőség a lelki ajándékoknak a gyakorlására. Ez azt jelenti, hogy igenis arra is számíthatunk, hogy Isten egy proféciát ad, egy üzenetet ad, ind itt egy betegségért, egy nehézségért való imádkozásra. És én arra bátorítok mindenkit, hogy legyen bátor, ha valami a szívedre jön, a legtriviálisabb dolog, egy egyszerű igevers, egy impresszió, egy érzés, osszad meg azzal az emberrel, és mondd azt, hogy talán egy kicsit bizonytalan vagyok, de nekem úgy tűnik, mintha Isten most neked ezt elmondaná, hogy ezzel kapcsolatban van valami, ezzel kapcsolatban ezt üzeni. Végül pedig, talán amit leginkább tudok javasolni mindenkinek, hogyha egy célt a szívetekbe tudtok őrizni, amíg kimentek, az legyen az, hogy, hogy egy találkozónak a vége az egy következő találkozó legyen. Ne az legyen a győzelmi uh, himnusz, hogy uh, én valakit hallottam, hogy imádkozik velem, vagy letoltam elejétől a végéig az evangéliumot, hanem hogy kialakítottam azok alatt a percek alatt egy olyan kapcsolatot, ahol fölajánlottam egy következő találkozás lehetőségét, és valaki azt mondta, hogy jó, szívesen beszélgetek veled erről. Nem szabad elfelejteni, hogy Isten kapcsolatközpontú, és mi nekünk ezt az Istent kell képviselni, aki nem csak oda jön, elmond valamit, és aztán elmegy, hanem odajön és meginvitál egy ismeretlent a saját életébe. Ezt az invitációt megtehetjük. És az leveszi a teljesítménykényszert is rólunk. Nekünk nem két percünk van valami nagyszerűt elérni az emberekkel, hanem mi fölajáljuk a saját lényünket, fölajáljuk magunkat, hogy Isten eszközei legyünk, lehet, hogy abban a két percben, fél órában egy beszélgetésben, de lehet, hogy hosszú távon is. Mindemellett azt szeretném nektek mondani, hogy igen, az evangelizáció, az utcai evangelizáció egy nehéz műfaj, de nagyon becsülendő a bátorságotok, nagyon becsülendő az, hogy erre ti magatokat, és azt láttam meg az évek során, hogy bármennyire is a legalkalmatlanabb hely a Blaha aluljáró az evangélium megosztására, mégis vannak olyan emberek, akikkel csak így, csak itt lehet találkozni. Hogy mégis van értelme. Hogy mégis annak ellenére, hogy arra számítanánk, hogy senki, meg nem fognak meghallgatni, meg elutasítanak, én sokkal több nyitott szívre találtam, sokkal több figyelő szemre találtam, mint azt elvártam volna. És úgy gondolom, hogy ezek a találkozások végül hosszú távon valami jelen jelentőséggel bírtak ezeknek az embereknek az életébe. Szóval legyetek bátrak, kövessétek a szíveteket, imádkozzatok, és hajrá! Én is fogok értetek imádkozni.